Jó estét kívánok, sziasztok, ez itt a Polbeat Pankráció. Ahogyan azt megszokhattátok, kedden este beszélgető partnereimmel érkezünk ide, és ezúttal Pindrok Tamás, Törcsi Péter és Fodor Gábor, valamint Nagy Attila Tibor van itt a kanapémon. És el is kezdjük egyből ezt a kiváló vita műsort, mégpedig az első témával, amit most stílszerűen balra nyújtok át. Hát akkor legyen mondjuk egy kék boríték, szintén stílszerűen. Bontsam, vagy bontad? Bontom én. Tessék. Az első témánk az lenne, hogy a föderális EU előkészítése van-e folyamatban. Az Európai Bizottság támogathatja azt a javaslatot, hogy elvennék a vétójogot a tagállamoktól. Nagyon érdekes felvetés, hogy valóban erre van-e jogi lehetőség egyáltalán? Hát úgy van jogi lehetőség, hogy az Európai Tanács majd megszavazza. Tehát, hogyha nem vétózzák meg az Európai Tanácsban. Ugye ez egy folyamat, és már volt erről szó régebben is. Most G. Verhofstadt hozta fel ezt a témát, és egyeztetések vannak róla az Európai Unión belül is. Igen, ez a föderális Európát jelenteni, ez az én kérdésem, azért ezt áruljuk el. Rögtön felismertem a betűimet, meg a szavaimat. És, tehát, hogy föderális Európáról lenne szó, hogyha a vétójogot elveszik a kisebb tagállamoktól, akkor a két nagy tagállam, vagy bármelyik nyugati tagállam összeállva dönthetne például egy ilyen embargós témáról is, ami most Oroszország ellen, hát nem tudjuk, hogy lesz-e vagy nem lesz, de nem lehetne megvétózni. Nagyon veszélyes felvetés szerintem. Nem csak ez van ebben a javaslatban, hanem transznacionális európai listák az Európai Uniós választáson például. Ez is szerepel benne. Még messzebb kerülne az európai politika a tagállamok szavazóitól ennek köszönhetően. Csak gondoljuk el, hogy egy ilyen európai listán, nagy párcsaládok listáin egy magyar képviselő vajon hanyadik helyet kapná? Bekerülő helyet kapna-e? Ezen menne a vita. Illetve, hogy része egy magyar párt egy nagy európai párcsaládnak? Ez is egy kérdés. Tehát, hogy demokrácia probléma is van ezzel a dologgal szerintem. A vétójogot nem, bocsánat, tehát a vétójogot nem tudják elvenni, amennyiben a kis országok vagy a kisebb országok ragaszkodnak a vétójoghoz, ugyanis a vétójogot azt az Európai Unióról szóló szerződés, pontosabban még az Európai Unió működéséről szóló uniós szerződések szabályozzák. De ezeknek a megváltoztatása szintén egy hangúságot igényel, tehát lefordítva a mi helyzetünkre azt igényli, hogy mondjuk a magyar kormány egyezzen bele az alapszerződés olyan módosításába, hogy a vétójogot teljesen kitörölje. Na most én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral ez biztos, hogy nem fog működni, tehát szerinted egy Lengyelországgal működne? Nem, szerintem velük sem, de az jól látható, hogy ezt a vétójog eltörlést, ezt alapvetően a nagyobb tagállamok kezdeményezik. Vagy a Ursula von der Leyen, aki ugye Merkel kormányában volt hosszú éveken át miniszter, ő most az Európai Bizottság elnökeként kezdeményezi, valamint az olasz kormányfő Draghi és Macron is kifejtette, hogy ők ennek örülnének, viszont jó néhány más tagállam már jelezte, hogy ők meg nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez halott ügy, ez arra jó, hogy felspanolja egy kicsit az európai politikai közéletet, de egyébként nem látom realitását annak, hogy a vétójogot legalábbis a következő években eltörölnék. Bocsánat, de ne csináljunk úgy, mintha csak Magyarország meg Lengyelország lehetne egy ilyen törekvésnek a kerékkötője. Régebben volt, meg persze más volt a politikai helyzet, nem voltak még benne az úgynevezett új tagállamok az Európai Unióban, de ha jól emlékszem, 2001-ben volt két népszavazás az akkor úgynevezett alkotmányos szerződésről, ugye a lisszaboni szerződésnek az elődje lett volna, hogyha a hollandok és a franciák nem szavazzák le. És abban még szó nem volt arról, hogy megszüntetik a vétójogot, közös listák legyenek. Persze az is mélyítette volna az integrációt, vagy ez a kiváló bürokrata nyelven íródott angol mondat, hogy ever closing union, tehát ez a folyamatosan mélyüljön az integráció, hogy minél kevesebb hatáskör a tagállamoknál, minél több hatáskör a brüsszeli döntéshozatalnál, és egyébként ez a legitimációt is elveszti, vagy legalábbis csökkenti magának az európai intézményrendszernek, mert egyre kevésbé közvetlen a demokratikus intézményrendszernek a felhatalmazása akkor, hogyha a bizottságnál
meg mondjuk ugye a Lisszaboni szerződést a parlament is döntéshozó szervé lépett elő, de elvonatkoztatva most itt a jogászkodástól, meg a történelmi kontextustól, józan észre legalábbis én nagyon nehezen fogom fel, hogy mi a célja a brüsszeli döntéshozatalnak, különösen a bizottságnak, meg néha a parlamentnek ezekkel a javaslatokkal. Tehát folyamatosan arról szólt az elmúlt 20-30 év, hogy hozzuk közelebb a polgárokat az Európai Unióhoz, értessük meg velük azt, hogy miért van szükség bizonyos kérdésekben megosztott hatáskörre, meg uniós hatáskörre, miért kell bizonyos hatásköröket a tagállamoknál hagyni mégis. És ezek a lépések, amiket főleg az elmúlt 10 évben tapasztalunk, az ilyen különböző válságos időszakokban, ilyen volt a pénzügyi válság, migrációs válság, most nyilván a Covid ezt követte meg ez a szörnyűséges háború Ukrajnában, mindig ezeknél a pillanatoknál keresik a lehetőséget, főleg a bizottságban, hogy na akkor most van itt az ideje annak, hogy végre túllépjünk ezeken a nemzetállami kereteken, és minden egyes hatáskört, amit lehetséges, egy tolvonással vigyünk Brüsszelbe, és akkor azt felejtik el, hogy ezek demokráciák. Bármennyire is úgy tekintünk néha egymásra, hogy kiüresedett, meg rosszul működő demokráciák, de ezek demokráciák. Hát az embereknek néhány nyugati tagállam alkotmányában benne is van az, hogyha mondjuk alapszerződést érintő változást akar eszközölni az Európai Uniós intézményrendszer, azt népszavaztatni kell. Ilyen volt egyébként, amikor új tagállam csatlakozik, Írországban népszavazást kell tartani erről. Tehát elfelejtik azt, hogy demokráciákban élünk. Szóval a kérdésedre, hogyha ugye föltettél közben egy kérdést, amikor beszéltél, hogy vajon miért jön elő az Európai Unió általában ezekkel a javaslatokkal bizonyos helyzetekben, amiket is fel is soroltál. És erre leginkább talán az a válaszpont, amit mondtál is, hogy azért ezekben a helyzetekben jön elő ez a probléma, mert hogy ezek a kritikus helyzetek ilyenkor támadják az Uniót azzal, hogy lassú, gyenge, nem tudja meghozni a szükséges döntéseket, mit vacakol vele, lásd Covid-járvány idején, lásd gazdasági válság, lásd görög válság, hozhatnánk ezeket a példákat sorozatosan, és itt van az Unió, és egy év eltelt, és még most se tudták eldönteni, hogy most előre menjünk, vagy hátra. Ugye, de a vétójog miatt? Olvasuk. Hát nem a vétójog miatt, nem, ez amiatt, egy ilyen... Amiatt, mert ugye az Unió ki van téve több irányú nyomásnak, ez az egyik nyomás, hogy folyamatosan éri őt a tagállamok részéről, részben a világ részéről, a sajtó részéről, máshonnan a polgárok részéről, és olyan nyomás, hogy tessék már bizonyos kérdésekben dönteni. Ugye ez a klasszikus eset, Kissinger azt mondja, hogy na és akkor, hogyha kíváncsi vagyok arra, hogy Európa mit gondol erről a kérdésről, kit hívhatok fel? Melyik az a telefonszám? Szóval az a helyzet, hogy hát visszakanyarodva arra... Hát a 28 kormányfő Kissinger úrnak javasoljuk, hogy szóval visszakanyarodva arra, amit te Tamás mondtál, én ezt a javaslatot egyébként rossz javaslatnak tartom, hozzátenném, mert szerintem az Uniónak az alapintézményei úgy jók jelen pillanatban, ahogy vannak, nem azért, mintha tökéletesek lennének, de az Unió így tud együttműködni ezen a fundamentumon. Ez biztos. Kettő, viszont egyetértek az Attilával abban, hogy ezt nem látom reális veszélynek. Hát tényleg az van, hogy hát és akkor hogy akarják ezt megváltoztatni? Hát jön, mondjuk, tételezzük fel, ugye Magyarország és Lengyelország jelen pillanatban radikálisan a szuverenista állásponton van. Na és akkor majd ők el fogják fogadni? Nem fogják elfogadni ez a helyzet. Tehát nem lesz olyan helyzet, hogy 27 ország rá fog bólintani egy ilyen változtatásra, ami az Uniót a fundamentumába változtatná meg. És még egy utolsó gondolat ahhoz, amit a Péter meg a Tamás is itt felvetett, hogy én önmagában, tehát a szuverenitásról való lemondás nem, hogy rossznak nem tartom, az egy helyes dolog az Unió szempontjából, és meg a jövőnk szempontjából, és az Unió ezért tud működni, mert bizonyos elemekbe lemondtunk a szuverenitásról. Tehát amit most én felhoztam példaként, például, hogy kit lehet felhívni külpolitikában, ha lenne majd egy ilyen szám a jövőben, amit a képzeletbeli Kissingerünk felhívhatna, akkor az azt jelenteni, hogy bizonyos szuverenitás elemekről lemondtunk. Ha Orbán Viktornak a javaslata valóra válik, hogy végre haderő tekintetében, ugye legyen az Uniónak valami, ne csak az Egyesült Államoknak legyen kiszolgáltatott, hanem legyen valami kompetens hadereje, ott lemondunk a szuverenitás egy részéről. Jó, mondjuk ez egy több évtizedes téma, tehát ez a legyen európai egységes haderő, ezt Merkel is szorgalmazta, mások is. Egyébként valóban Gábornak abban igaza van, hogy a magyar kormány alapvetően támogatóan áll az európai haderőhöz, csak hát ugye honnan vesztek ehhez katonát? Azért a mostani
mostani orosz-ukrán háború okozta felindultság és döbbenet megmutatta megint azt, hogy az európai országok nagy részét érdemben hatékonyan védeni az Amerikai Egyesült Államok hadereje nélkül nem lehet. Tehát megint ott vagyunk, ahol korábban is voltunk, hogy az amerikai haderő jelenléte, biztatása, elrettentő ereje kell ahhoz, hogy a legtöbb európai ország, talán Franciaországot, meg ugye az Egyesült Királyságot leszámítva biztonságban érezze magát, és én megmondom őszintén, hogy jelenleg nem nagyon látok igazi politikai akaratot, hogy akkor tényleg belevágjanak egy NATO-tól független európai haderő felállításába. Egyetlen jó dolog van szerintem a javaslatok között, az Európai Bizottság elnökét közvetlenül választanák, tehát lennének jelöltek, az európai pártcsaládok jelölnének Európai Bizottsági elnököt. Igen, a három szervezet, az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság örökösen egymással, azt mondod, hogy ez jó az a rendszer, hát nem tudom, hogy ez... Nem minden elemében ebből, jó, ezt azért fel... Ebből a dimenzióból finomítanám. Mindig vetélkednek egymással, és szerintem ez itt most az európai bürokraták föderalizmus felé akarják terelni az Uniót. Az egyik javaslat, illetve a nagy javaslatcsomag szerintem ezt akarja elérni, ahogy te is mondtad, föderális Európai Egyesült Államok lennének, mint az Amerikai Egyesült Államok, és a tagországok, tagállamok lennének, mint ott az amerikai államok, csak ez nem működne. Itt különféle kultúrák, különféle történelmi lehetőségek, meg történelmi múlt, meg jogtörténeti múltunk van, nem úgy, mint az Egyesült Államokban, ahol végül is nagyjából, amikor az Egyesült Államok született, ott az egynyelvűség volt a legfőbb, igaz, hogy voltak németek, meg franciák is, stb. És ott is volt háborús helyzet, konfliktus ez 1700-es években, de ezt most leszámítva, Európában tuti, hogy ez nem működne. Hát meg ugye van még egy olyan probléma, ha már itt az európai intézmények közötti együttműködés szóba került, hogy az Európai Parlamentnek önállóan nincs törvényalkotási joga. Tehát ugye az Európai Bizottság jogosultsága, a jogszabályok, az Európai Uniós jogszabályok kezdeményezése. Akiket nem választanak meg? Akiket ugye nem választanak meg. Az Európai Parlamenti képviselőket úgy, ahogy megválasztják. Hát az Európai Parlamentet igen, csak az Európai Parlament olyan értelemben nem igazi parlament, mint mondjuk a nemzeti parlamentek, amelyek ugye önállóan hozhatnak törvényeket. Az Európai Parlamentnek ehhez egyeztetni kell ugye az Európai Bizottsággal, illetve a tanács, az illetékes tanácssal. Szerintem a nézők itt már elvesztek. Szóval akkor lépjünk is tovább, akkor a következő. Megjegyzést tennem, mert itt hallgattam az elmúlt pár percben, hogy elvitatkoztatok a különböző intézmények szerepéről, csak úgy csinálunk, mint az európai intézményrendszer komolyan venni a rá vonatkozó szabályokat. Hát nézzük meg, hogy mik történtek csak erre az elmúlt 5 évben. A belügyi és igazságügyi tanács, amikor a kvótákról szavazott, akkor hozott egy olyan döntést, ez ugye a tanács, tehát a kormányoknak a minisztereknek az egyik specifikus tanácsa, hogy nem kötelező kvótaként fogadják el ide bevándoroknak a szétosztását a tagállamok között. Erre fittyet hányt a bizottság, és elfogadta a kötelező kvótát. Nem, ezt rosszul tudod. A tanács pont, hogy elfogadta a kötelező kvótát a belügyminiszterek tanácsa, miközben korábban a kormányfők tanácsa mondta azt, hogy ne legyen kötelező a kvóta. Na, de ugyanott tartunk egyébként. Jó, rosszul emlékeztem. A sargentini jelentésnél úgy döntött az Európai Parlament, hogy a tartózkodó szavazatokat nem számítja bele teljes szavazati arányba. Így sikerült elfogadni a sargentini jelentés Magyarországgal szemben, és megindít a 7. cikke szerint eljárás. Jó, ezt az Európai Bíróság jóvá hagyta. Na hát, most megleptél. A harmadik ilyen szintén velünk, illetve Lengyelországgal kapcsolatos kérdés, amikor rájöttek arra, hogy a 7. cikke szerinti eljárásnak az egyes meg a kettes bekezdése között különbség van, ugye velünk szemben az első bekezdés alapján indult az eljárás, ami tulajdonképpen egy ilyen következmények nélküli eljárás, mert a végén se tudnak valódi szankciókat fűzni, akkor, hogyha megállapították a jogállamiság elveknek a megsértését, ezért kitalálták, hogy akkor egyszerű vagy minősített többséggel elfogadják az új jogállamiságot,
államiság mechanizmus szerinti eljárást, aminek a vége persze a tanácsban a szavazati jognak a felfüggesztése. Tehát ezért addig csúri csavarja az Európai Uniós intézmény rendszer. Rávonatkozó. Igen. Úgyhogy hát én fel is olvasom. Hát ezt el tudnám olvasni. Hát ebben talán én is sikeres leszek. És nézzük, hogy a 18 és 39 év közötti fideszesek 65%-a gondolja úgy, hogy jobb lenne Moszkva felé orientálódni. Ukrajna megítélése a magyarországi összlakosságon belül eléggé rossz. Az ország elfogadottsága mindössze 33 pont, derül ki a Medián felméréséből. Érdekes felvetés, hogy vajon miért van ez? Ez az én témám, ezt én hoztam. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az első az, hogy ez a Medián felmérés is utólag bizonyítja, miért volt az ellenzék részéről tévút putyinozni. Tehát ahelyett, hogy alapvetően a megélhetési kérdésekről beszélt volna az ellenzék, főleg Márki-Zay Péter, ehhez képest a háború kitörése után folyamatosan Putyint szitták. És ez a felmérés is ugye azt bizonyítja, hogy nem egyértelműen Putyin ellenes a magyar lakosság nagy része, már amelyik egyáltalán érdeklődik aktívan a politika iránt, mert ez egyébként Magyarországon 20%, egy másik 2018-as Medián felmérés értelmében a magyar lakosság 20%-a figyeli aktívan a politikát, benne a külpolitikát, de most zárójel bezárva. Tehát ebből a szempontból sem volt egy túl jó taktika. A másik meg ez a felmérés azért rámutat az, hogy a kormánypárti szavazók jelentős része sokáig elfogadta, tudomásul vette Orbán Viktornak a Putyinhoz való közeledését, vagy legalábbis, most tárgyilagosan mondom, a szorosabb együttműködést, hiszen a Paks 2 projekt is most anélkül, hogy megítélném, hogy jó-e vagy nem, mert igazából nem értek hozzá, de az is a két állam közötti szoros együttműködésnek volt a jelképe, meg a, hát ugye külön államközi szerződés is született erről, ne felejtsük el, amelyet egyébként a Magyar Parlament még 2014 februárjában vagy márciusában megszavazott, tehát valahogy, és a jobboldali médiában is alapvetően vagy tárgyilagosan, vagy pozitívan ábrázolták Oroszországot egészen a háború kitöréséig, úgyhogy ennek is van hatása abban, hogy bizony a fideszes szavazók jelentős része, ha nem is rajong Oroszországért, de különösebben Ukrajnáért sem. Hát nincs is miért Ukrajnáért rajongani azért. Lássuk be, hogy káosz volt a háború előtt is Ukrajnában. Aki figyelemmel kísérte egy kicsit az eseményeket, az tudja, hogy micsoda korrupció van Ukrajnában, és milyen politikai katyvasz volt Ukrajnában előtte is. Persze volt egy forradalmi hevület, ugye a Krím elfoglalása az oroszok részéről, de én egy kicsit azért ezt messzebb kezdeném, a rendszerváltás után Oroszország, hogy Oroszország milyen helyzetbe került, ki szolgáltatta a különféle Jelcin, például az első elnök a rendszerváltás után az amerikaiaknak, az amerikai érdekeknek Oroszországot semmibe vették, egy nagy hatalmat semmibe vettek, és lehet, hogy a magyar társadalomban van egy olyan érzés, hogy mintha Magyarországon is ugyanez játszódott volna le, velünk is ezt játszották volna, csak kicsiben. Ezt még itt senki nem közelítette meg szerintem ezt a témát, de van szerintem a magyar társadalomban egyfajta ebből a szemszögből egy szimpátia az oroszokkal. Hogy itt voltatok, nagyok voltatok, döntési pozícióban voltatok, aztán mintha nem is lennétek. Tehát mindenféle javaslatát Jelcin utáni korszakról beszélek, a Putyinnak semmibe vették. Hiába mondott bármit. Figyelmeztetett azért elég sokszor. Ukrajna szempontjából is figyelmeztetett, de mintha nem is mondott volna semmit. Jó, azért volt egy 2014-es orosz bevonulás Krímbe, tehát azért ne tegyünk úgy, mintha az de oroszok ágazatlanak. De előtte is volt már jelent. Egy kicsit hadd mondjak ezzel kapcsolatban más dolgot, mert én ezt másként látom, mint ti, és én őszintén szóval nem ismerem. Nem tudom, hogy te hogy látod, de nekem ez az érzéte. Én nem ismerem ennek a felmérésnek a részleteit, hogy hogyan történt, és milyen kérdéseket tettek fel.
De hát én erős szkepszissel fogadom azért ezt az eredményt, már csak azért is, mert az eddigi eredmények azt mutatták, hogy a magyar társadalom nem orosz barát. És én szeretném leszögezni, hogy én magam egyáltalán nem vagyok az, és azt gondolom, hogy mi jó néhányan, akik átéltük azt, hogy az oroszok és a szovjetek, mint megszállók voltak jelen ebben az országban, elég nagy szégyen lenne, hogyha ez az ország orosz barát lenne, és szovjet barát lenne szerintem. Az a történelmünk az, hogy már másra tanít minket. De én nem is ezt mondtam. Másra tanít minket az a helyzet. És ráadásul most egy fiatal szempontjából, tehát itt az lehet szerintem, amit mondtatok, hogy azért a nyilván fiatal generációnak a közvetlen napi politikai iránti affinitása elég alacsony. Tehát egy fiatal ember számára az ukránok hősök, tehát ott hős típusok vannak, mert mi történik? Egy hatalom, egy atomhatalom mindenféle szabályt és erkölcsi normát felrúgva rátámad egy országra, az egy szuverén országra. Hát nyilván egy normális fiatal az csak úgy nézhet ezekre az emberekre, mint hősök. Azért most egy külön kérdés, amit te mondtál, Tamás, hogy tudjuk, hogy ukrajnai milyen hely, tudjuk, hogy nem is létezett ilyen szinte, hogy ukrán állam, katasztrófa volt, korrupció az egekbe, stb. De ez zárójel, most az történt, hogy megtámadták őket, és ezek hősiesen védik a hazájukat. Hát egy normális fiatal csak szimpátiával nézhet rá, az a helyzet, nem csak fiatal, egy normális ember arra, amit csinálnak. Ez egy külön történet. A magyar kormány, vagy az, amit gondolunk a magyar kormánynak a politikai lépéseiről, amiből egyébként egy csomó dolgot én is helyeslek, például itt az energia ügyben való fellépését, az nem azért születik szerintem, mert a magyar kormány rajong az oroszokért, hanem egy kényszerhelyzetből, mert benne vagyunk egy sajátos szituációban, mert nem tudunk mit csinálni. Egyébként a kárpátaljai magyarokra is hívjuk fel a figyelmet. Ez szégyen lenne szerintem, ami 40 év megszállás után rajonganánk az orosz birodalomért. De bocsánat, csak ez a fél mondat a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban. Azt is tudjuk, hogy ez az ukrán állam, ami most segítségért fordul hozzánk, a magyar kisebbséget elnyomta. Olyan nyelvtörvényt alkotott, ami a magyar kisebbségnek a jogait sárba tiporta. Ebben a felmérésben szerintem ez is benne lehet, bár így nem kérdeztek rá erre a témára, de az érzet az mindenképpen benne van a magyar választókban, hogy miért nem népszerű Ukrajna. Ugyanez volt az első gondolatom, amit te mondtál, Gábor, én is kételkedem a hitelességének, vagy a hitelességében ennek a felmérésnek, mert nem tudni, hogy tették fel a kérdést, meg egyáltalán, hogy milyen kontextusba tettek fel további kérdéseket, amiből adott esetben még egy ilyen vélemény is kijöhetett volna. Én sem gondolom egyébként, hogy a magyar társadalomnak bármelyik szegmens ez kifejezetten proaktívan orosz barátán, és abban egyetértek veled, Gábor, hogy a történelmi tapasztalatokat tekintve kifejezetten kínosan érezném én is magam, hogyha az lenne az eredmény bármilyen kérdésre, ami ebben a háborúban föltevődik, és az jön neki a végén, hogy bármekkora többség mondjuk ebben a kérdésben az oroszokat támogatja, nem gondolom, hogy ez így van. Bocsánat, azt viszont csak a medián védelmében annyi hangozzék el, hogy ők nem azt állítják, hogy a magyar társadalom többsége orosz párti lenne. Hanem egy korcsoportnak a többsége. Annyira se Oroszország, de Ukrajna iránt sem vagyunk lelkesek. Minden esetre van a háttere, viszont mi lépjünk tovább, hiszen akkor kimaradnak a további témák, úgyhogy ide nyújtom a következő választási lehetőséget. És iros vagy bor. Végére pedig ez a gyönyörű narancssárga marad majd. Németország vészforgató könyvvel készül az orosz gáz. Nem az, bocsánat, az a kettes számú kérdés. Ez én vagyok, ez úgy elárultam természetesen, az egyes számú, az a tartalék kérdés. Az EBRD 10%-os orosz, 30%-os ukrán és 4%-os belarusz GDP növekedést vár. Egy csökkenés, bocsánat, a kézírása terén. Tehát, hogy egy gazdasági kérdés, sel nézünk szembe, vajon valóban ez egy érdekes felvetés, hogy abban a helyzetben, ahol most Oroszország van, tud egy ilyen csökkenést produkálni? Főleg a szankciók hatásosak ennyire? Hát én azért hoztam ezt a kérdést ide, tehát mindannyiunk számára, és nem csak nekünk, a nézők számára is érdekes. Tehát, hogy hát mi a háború eredménye? Ugye mit eredményez? Ugye itt az EBRD-ről van szó, ugye ez az Európai Központi Bankról van szó, készít mindig gazdasági prognózisokat. Megjegyzem, ez a prognózis Magyarországot is érinti, viszonylag pozitív kontextusban. Tehát azt mondja ez a prognózis, hogy Magyarországon 3,5%-os gazdasági növekedést vár, és ez ahhoz képest, hogy ugye ez a friss elemzés mindenhol csökkentette a régióban a gazdasági növekedést, Magyarországon nem. Tehát ez számunkra jó hír. Na de 30%-os gazdasági visszaesés Ukrajnában,
10%-os visszaesés Oroszországban, 4%-os Belorussziában. Tehát az egész régióra nézve azt mutatja, hogy igen, ez az a háború. Tehát ez a háború eredménye egy gazdasági katasztrófa mindenki számára. Tehát, hogy ezért is egy rettenetes dolog, ami zajlik körülöttünk, és Magyarországnak nagyon észen kell lenni ebben a helyzetben egyébként, hogy hogyan cselekszik és mit csinál, mert kiszolgáltatottak vagyunk, hogy visszakanyarodjunk az előző kérdésre, amit a Péter épp mondani is akart, kiszolgáltatottak vagyunk, a végtelenség, ugye ez még a kommunista rendszer eredményeként barátság, kőolajvezeték és egyéb csodálatos dolgok révén, kiszolgáltatottak vagyunk az oroszoknak az energiahordozókban. Ez sajnos egy adottság, ezért nekünk, hogy mondjam, okosan kell fellépnünk a nemzetközi szintéren és ezekbe az ügyekbe, de azért érdemes leszögezni, hogy ez egy katasztrófa, amit az oroszok okoztak. A gazdasági problémák valóban nagyon fontosak az európai politikában, és Magyarországról is annyit nyugodtan meg lehet említeni, hogy erőteljes kihívás sorozat van az Orbán kormány előtt, hogy valamennyire képes legyen tompítani a háború gazdasági hatásait. Hát a többi európai országban ugye félig meddig fellépő élelmiszerhiány, illetve az ebből adódó inflációs nyomás, tehát nehezebb az élelmiszereket beszerezni, mert ugye Ukrajna is egy nagy gabonaszállító volt a háború előtt, aztán ugye az energiához való szűkösebb vagy nehézkesebb hozzáférés problematikája. Ez, anélkül, hogy a közgazdasági dolgokba belemennék, politikailag is komoly kihívás elé állítja az egyes európai kormányokat természetesen, hiszen a nagyobb inflációval a választópolgároknak a komfortérzete romlik, a magasabb energiaárak is társadalmi feszültséget kelthetnek. Németországban a szövetségi kormány már nagyjából a harmadik kompenzációs csomagnál tart, hogy a növekvő energiaárakat, utazási költségeket valahogy sikerüljön ellensúlyozni, és van annak jelentősége, hogy az egyes európai országokban mennyire effektívek az adott kormányok, mennyire tudják ezt a nagy gazdasági társadalmi kihívást kezelni. Na jó, hát de azért nem csak abban a régióban, hanem nálunk is hatalmas gazdasági visszaesést okozhat, hogyha az Európai Unió elfogadja ezt az olajembargós csomagot, és azért ne legyen kétségünk, utána a gáz következik. És annak még jobban ki vagyunk téve a gázimportnak, mint az olajnak. Tehát nagyon nagy gondok lehetnek, és ezért nem csak a magyar kormány részéről, hanem az Európai Bizottság részéről is sokkal megfontoltabban kellene politizálni. Hogyha az amerikai pénzügyminiszter figyelmeztet arra, hogy nem jó lépés ez a szigorú olajembargó, mert az inflációt még magasabbra fogja nyomni, az Egyesült Államokban is, meg a világon mindenhol. Egyébként ott ugye választások lesznek nem sokára, tehát van egy ilyen megfontolás is a mondatai mögött, de hogyha már az amerikai pénzügyminiszter erre figyelmeztet, akkor meg kellene fontolni, hogy lehet, hogy a magyar kormánynak van igaza ebben az ügyben is. A statisztikákból, bocsánat, kimaradt még az, hogy ugye az európai, ahogy említettétek is, a nyugat-európai gazdaságokra milyen hatással van, érdemes követni azokat a szankciós csomagokat, amiket, illetve most, amit kapcsán Ursula von der Leyen Budapesten is járt? Pont erre szerettem volna visszautalni az első témánkra, hogy bizonyos kérdésekben, amikor válság van, mégis megmutatkozik az európai egység, annak ellenére, hogy most ezt a bizottság kényszeríti ki, vagy föderális, vagy egyébként még mindig a nemzetállamok nominálják ezt a szövetséget. Ilyen volt az első szankciós csomag. Ezek az összes szankciónak nyilván az a lényege, hogy valamennyire próbáljon gátat vetni a háború további eszkalációjának, és hogy Oroszországnak többet ártson gazdaságilag, mint azoknak, akik közösen kivetik a szankciókat. És azt gondolom, hogy egészen eddig a szankciós csomagig ez így is volt, és azért ne felejtsük el, hogy mi is nagyon sok piacot vesztettünk Oroszországgal szemben akkor, amikor ezeket támogattuk. A mezőgazdaságunknak egy jelentős része az Oroszországba megy, a pénzügyi szektorunknak egy jelentős része szintén gyógyszeripar. Tehát, hogy olyan nagyon fontos gazdasági ágazatok Magyarországon, azok ki vannak téve bizonyos mértékig az orosz gazdaságnak és az orosz pénzügyi rendszernek, meg piacnak. Mégis elfogadtuk ezeket a szankciókat, mert egyébként van egy geopolitikai oka, egy morális oka, és egyébként egy szövetségi oka is annak, hogy Oroszországgal szemben, az agresszorral szemben közösen, egységesen kell fölépni, mert Oroszország egyébként politikailag is egy olyan képződmény, meg irányítás alatt áll, amelyik az erőből ért. De valóban
addig érdemes egységesen fölépni, ameddig többet ártunk az agresszornak, mint önmagunknak. És ez a hatodik szankciós csomag, ami éppen most formálódik, hogyha ezt abban a formában fogadná el az Európai Uniós intézményrendszer és a tagállamok, ahogy a hírekből értesültünk elsőként erről, akkor valóban saját magunkat hoznák olyan helyzetbe kontinensként, nem csak nyilván mi kitettebbek vagyunk, mint mondjuk Írország az orosz energiahordozóknak, de nyilvánvalóan ez egy dominó effektus, hogyha a német gazdaság, a francia, olasz gazdaság áldozatul esik annak, hogy elfogadunk egy rossz szankciós politikát, az egész kontinens magával rántja, de nem csak az európai kontinensen lennének hatásai, hanem tovább gyűrűzne az egész világon, hogyha megállna, vagy nagy ütemben lelassulna az európai gazdaság, és itt egyébként föl kell emelni, azt gondolom, a józanész hangján szólva a szavunkat, hogy nem érdemes olyan dologba belemenni, ami nagyobb kárt okoz, mint a szomszédban lévő háború. Nekem egyébként, én inkább azokkal értek egyet, akik általában véve a szankciós politikát kritizálják. Ráadásul Oroszország egy hatalmas ország, nyersanyagokban gazdag ország, jelentős részben képes az önellátásra ebből adódóan. Tehát értem én, hogy valamit tenni kell, de Oroszországot térdre kényszeríteni, hogy lehet-e, afelől az embernek szerintem joggal lehetnek kétségei, és ráadásul ugye valóban az orosz energia mégiscsak egy viszonylag, hát nem mindig, de az utóbbi 10-15 évben viszonylag megbízható energiaforrás jelentett abban a szempontból, hogy folyamatosan jöttek az orosz energiaforrások, például Németországba is. Egyébként a német meg a magyar kormány között némileg meglepő módon nincs is különösebb éles konfliktus az utóbbi fél évben. Azért mondom, hogy némileg meglepő módon, mert hogyha csak a pártpolitikai mezőt néznénk, akkor a német kormány között, meg a német kormány meg a magyar között komoly konfliktusnak kellett volna keletkezzie, hiszen Németországot egy szociáldemokrata kancellár vezeti, Magyarországot meg egy jobboldali konzervatív kormányfő, viszont nekem az a gyanúm, hogy a háttérben a két kormány, ha nem is szövetségesei egymásnak, de nem is állnak különösebben szemben, és érzékel egy olyan taktikát Orbán Viktor részéről, hogy ő próbál a németek mögé állni, hogy az ő esetleges vétója se tudja tűnjön túl durvának. Egyébként maga a német kormány jó ideig habozott, hogy keményebb energia szankciócsomagot hagyjon jóvá. Ott volt Németországon belül egy belpolitikai, médiabeli nyomás, amelyet szerintem részben az ukránok, részben az amerikaiak gerjesztettek, és ezért is döntött úgy nemrég Olaf Scholz nagy nehezen, hogy akkor oké, akkor legyek keményebb szankciócsomag, de hát ugye nagyon sok része mert az olajat tudják helyettesíteni. Egy megjegyzés. A gáz már nehezebben egy fogja. Megjegyzés, ha megengedtek ehhez. Én nem értek egyet a felütéseddel, Attila. Én itt a Péterrel értek egyet, hogy a szankcióknak idáig értelme volt, mert ő azt mondta, hogy általában a szankciókkal hát Oroszországgal szemben. Szerintem idáig értelmük volt. Most érkezünk egy olyan pontra, hogy akkor nem lesz értelmük, ha ezek öngyilkosságra kényszerítenek minket. Akkor nincs értelmük. De egyébként értelmük van, ahogy elhangzott, csak ismételni tudlak téged, szerintem teljesen igazad volt, morális, geopolitikai és szövetségi okokból kellenek. És még egy utolsó érve a szankciók mellett mindannyiunkra, nem ülnénk ám itt, egyikünk se, ha nem lennének szankciók, és azok nem lettek volna eredményesek a világban. Na azért ülünk itt, azért bukott meg a kommunizmus, mert így lépett fel az Egyesült Államok, így lépett fel a Nyugat egyébként. Ezért sikerült térdre kényszeríteni a fegyverkezési versennyel az egész szovjet birodalmat és a kommunistákat. Bizonyos a szankciók, ha nem háborúzni akarunk, azoknak van értelme, csak annak nincs, hogyha az öngyilkosságra kényszerít minket, ami jelen pillanatban itt éppen előállna gazdaságilag természetesen, hogyha ebbe az ostoba jelenlegi javaslatba belemennék. Egy dolog hiányzik most a nyugati szankciós politikából, három név, Thatcher, Reagan és Helmut Kohl. Tehát, igen. Hogyha ilyen minőségű igen. Politikusok vezetnék most a nyugati világot, akkor sokkal józanabb döntések születnek. De Helmut Kohl nem üzletelt Brezsnyev elvtársal. Bocsánat, de... Még a németek most üzletelnek. Az NSK, az amerikaiak is. Az NSK
a 70-es, 80-as években már üzletelgetett. Hát de nem ilyen mértékben. Unióval, például energiaszállítások ügyében. De nem ilyen mértékben. Tehát Németország kitettsége az orosz energiaszállításoknak nem most kezdődött, nem az utóbbi 10-15 évben. Én azt mondtam, Gábor, egyébként, és azt fenntartom, nem tudtál meggyőzni, Oroszország egy olyan hatalmas, erős ország, hogy erősen kétséges, hogy szankciókkal meg lehet állítani a háborút. Egyelőre nem sikerült. Az más kérdés, hogy persze az orosz elnököt, igen, de Oroszország tovább tudja anyagilag finanszírozni a háborút. Az más kérdés, hogy persze az olyan szankcióknak, amelyek az orosz elnök oligarcháit érintik, azoknak lehet persze morális alapja, csak itt is vigyázni kell, mert hogyha az Unió komolyan veszi a nyugati jogállamiságot, akkor nem lehet csak úgy megalapozatlanul mások vagyonát elvenni, illetve befagyasztani. Ebből Amerikában már lehet, hogy például lesznek perek. Attila, hogyha komolyan venné az Európai Uniós intézményre a jogállamiságot, akkor magára nézve is kötelezőnek tekinteni. Hát igen. És akkor így igazából vissza is térnénk az első témához, de ettől most megkíméljük a nézőket, hogy előről kezdjük ezt a témát. Ugyanis van még egy negyedik témánk is, ami pedig nem más, mint hogy Orbán Viktor annyira elszigetelődött, hogy egymásnak adják a kilincset Európa vezető politikusai a Karmelita Kolostorban. Ugye itt járt Ursula von der Leyen, most pedig Macronnal is. Kizárásos alapon ezt a témát én hoztam. Nyilván ebből a felütésből rákanyarodva a szankciós politikára, amit már kibeszéltünk, de ez, azért gondoltam ezt a felütést, mert a választási győzelem óta folyamatosan abba próbálja az ellenzéki pártelit, meg az ellenzéki médiának egy jelentős része belehergelni saját magát és a választóit, hogy rendben van, a Fidesz és Orbán Viktor nagy arányban megnyerte a választást, tehát teljesen elszigetelődött, senki nem áll már vele szóba, szétesett a V4, párjaként tekintenek rá a saját szövetségesei, vállalhatatlan az a politika, amit a magyar kormány az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban folytat és egyebek. És hát látszik, hogy... Szerintem felesleges ilyen vágyvezérelt gondolkodásnak felülni, és ezzel hergelni önmagunkat, meg a választóinkat, olvasóinkat, nézőinket, kinek milyen felülete van, meg milyen közössége van, mert azt a tényt felejtik el azok, akik ezt mondják, vagy nem felejtik el, csak egyszerűen hangulatot akarnak vele kelteni, hogy Orbán Viktor az európai politika jelenlegi doájenje. Tehát ő az a kormányfő, aki a legrégebb óta hivatalban van, és német kancellárok, olasz miniszterelnökök, francia elnökök jöttek, mentek az elmúlt 12 évben, de a magyar miniszterelnököt sorra megválasztották a magyarok újra és újra kormányfőnek, és nyilvánvalóan az összes, kezdve a pénzügyi válságtól, a nagyobb válságokat a magyar miniszterelnök végigkísérte. És az a baj, hogy azt gondolom, hogy bizonyos szerkesztőségek, pártokban úgy gondolják, hogy vannak politikai ellentétek, amik teljesen determinálnak országok közötti kapcsolatokat, és nem is lehet együttműködni azért, mert mondjuk gender kérdésben valaki A-t mond, más politikus meg B-t mond, és azt felejtik el, hogy ezek az emberek, ezek együttműködnek, heti rendszerességgel, napi rendszerességgel beszélnek egymással, és nyilván itt is fontos az, hogy kinek milyen tapasztalata van, milyen stabilitást tud maga mögött, milyen politikai ereje van az adott országban, vagy akár az adott régióban, és az, amit a témafelütésben is leírtam, hogy ez túlzás, hogy egymásnak adják a kilincset, mert volt, akivel telefonon beszélt, volt, akivel személyesen találkozott a magyar miniszterelnök, de hát látszik, hogy helyzet van Európában, minden európai ember életére kiható válságban vagyunk, és ilyenkor nem az a kérdés, hogy most jogállamiság mechanizmus elindult-e vagy nem, vagy bizonyos szakpolitikai kérdésekben van egyetértés vagy nem, hanem arra, hogy egy közös álláspont alakuljon ki a háborúval összefüggésben, a szankciós politikával összefüggésben, amiben a magyar miniszterelnök ugyanolyan fontos szereplő, akár mint a német kancellár, mert valószínűleg a közeljövőben nem lesz eltörölve a vétó, meg úgy fog működni az uniós intézményrendszer, hogy eddig is működött, és nem beszélhettünk addig elszigeteltségről semmilyen európai politikus tekintetében, ameddig ez az intézményrendszer működik, és maga az intézményrendszer ezt komolyan veszi, hogy a tagállamoknak is van szava kulcskérdésekben, amik a közösség jövőjét érintik. Én ezt másként látom, Péter, én azt gondolom, hogy szerintem elszigetelődött a magyar miniszterelnök és Magyarország, és ezek, amiket látunk most, jeleket, amiket te elmondtál, azok nem azért vannak, mert ezek közös fellépések, együttműködést jelentő fellépések. Te is utaltál a V4-ekre, hát nem látunk V4-es tanácskozást például. Ugye a
korábban rendszeresen voltak olyan komolyabb fordulópontok, akár Európai Uniós jelentős döntések előtt, hogy a V4-ek összegyűltek több helyen, Budapesten is volt ilyen alkalom, és együttesen kiálltak és képviseltek valamilyen álláspontot. Ez egyébként megsokszorozta Magyarországnak a súlyát, tudjuk, ráadásul Magyarország tudott a V4-eken belül egy sokszor domináns szerepet is játszani. Tehát ilyet nem látunk. Azt látjuk most, hogy pont amit mondtál itt a mondandó a felvezetésed végén, tehát a vétó miatt, mert hogy egyetlen egy ország is képes megakasztani a döntéshozatalt, a vétó miatt eljön ide Ursula von der Leyen, Macron elnökkel beszél Orbán Viktor telefonon, és beszél Scholz kancellárral, meg másokkal is, tehát többekkel is egyeztet, való igaz, de ez nem azért, mert hogy mondjam, itt valami együttműködés zajlik igazából, hanem azért, mert a vétó helyzet miatt egy olyan pozícióban van Magyarország, hogy kell vele beszélni, mert egyébként probléma lesz. Tehát én annak örülnék, hogyha ez nem ilyen szituáció lenne, hanem nekünk tényleg szövetségeseink lennének, akik közösen gondolkodnak velünk, akikkel együtt lehet fellépni. Egyébként ez a miniszterelnöknek a politikai tehetségét dicséri, megjegyzem, hogy Magyarország egy olyan államként, egy európai középméretű országként ott tud lenni, ha úgy tetszik, a figyelem középpontjába. Ez az ő, hogy mondjam, személyes kvalitásait meg tehetségét dicséri, de attól még ez a mostani helyzet szerintem külpolitikailag kritikus az ország szerintem számára. Azt meg el kellene fogadni, hogy minden tagországnak más az érdeke. Magyarországnak ebben a válsághelyzetben nem lehet ugyanaz, nem ugyanaz az érdeke, mint Lengyelországnak, vagy Csehországnak. Ausztria csendben van azért, nem véletlenül az osztrák-orosz kapcsolatokat is azért emeljük ki, mert azok még erősebbek, mint a magyar állítólagos magyar-orosz kapcsolatok, erre azért felhívnám a figyelmet. Tehát a tagországoknak külön-külön más-más érdekeik vannak, és te is céloztál rá, hogy Németország és Magyarország között, mint egy hallgatólagos megállapodás lenne. Hát szerintem azért nem egy hallgatólagos megállapodás. A két ipar egymásra van utalva, és ezért az érdekek is egybeesnek. Tehát a politika az érdekek mentén halad előre, és nincs elszigetelve szerintem Orbán. Szeretném bejelenteni, hogy én szinte senkivel sem értek egyet. Nem egy kényelmes, de hát valahogy megpróbálok ebből valamit csinálni. De önmagaddal azért légy szíves. Megpróbálom, igen. Néha. Szóval komolyabbra fordítva a szót. Én nem értek egyet azzal, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, ugyanakkor abban viszont Gábornak biztos, hogy igaza van, hogy a V4-es együttműködés jelenleg válságban van. Ugyanakkor azért nem beszélek mégsem elszigeteltségről, mert Macron és Orbán között nem pusztán azért van beszélő viszony, vagy volt, mert most a vétó miatt Orbán Viktorral kommunikálni kell. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság elnökének megválasztása előtt a magyar kormányfő a francia elnökkel működött együtt annak érdekében, hogy ne a spitzen kandidátok közül válasszanak európai bizottsági elnököt, hanem majd a kormányfők döntésén múljon kizárólag, hogy ki legyen, illetve hogy ők javasoljanak majd európai bizottsági elnököt. Így sikerült megfúrni az egyik német politikus, nevezetesen Manfred Weber jelöltségét Orbán és Macron együttműködésével, amitől hát majdhogy nem halálos ellenség lett egyébként Weber és Orbán Viktor. Ez még az Európai Néppárt idején volt, amikor a Fidesz még tagja volt. Egyébként is volt arról, azt hiszem talán Macron mondta, hogy emberileg egyébként kettejük között nincs rossz kapcsolat. De az ettől még igaz, hogy a Orbán szövetségeseinek száma fogyatkozóban van az elmúlt egy évben. Ugye Babis megbukott a csehországi választásokon, szlovén Janez Jánosa szintén megbukott a választásokon, mind a ketten Orbán szövetségesei voltak. A lengyelek azért elég keményen kritizálják az Orbán kormány Oroszország politikáját, illetve Ukrajna politikáját. Tehát most azért, ha nem is beszélnék elszigetelődésről, de arról mindenképpen, hogy most jóval nehezebbek a külpolitikai körülmények az Orbán kormány számára, mint akár egy évvel ezelőtt. Igen, csak abból indulsz te is ki, hogy békeidőben mi volt a helyzet. Csak most van a szomszédban egy háború, és látszik, hogy mennyire felgyorsultak az események, és olyan dolgok történtek nagyon rövid idő alatt, amit békeidőben valószínűleg nem történtek volna meg. Azzal egyetértek, hogy a V4-es együttműködésnek a kohéziója az egy picit csökkent, meg nem annyira erős, mint korábban volt, mert úgy tűnik, hogy valamilyen
oknál fogva mondjuk a lengyeleknek mások az érdekei ebben a háborús helyzetben, mint amilyenek a mi érdekeink. Ugyanakkor az látszik, hogy a németekkel és a franciákkal, ideértve a valóban nagyon csöndben lévő osztrákokat is egyébként, nagyon nagy a csönd, ami azt jelzi egyébként... Az osztrák kancellár volt Putyinnál most, itt nem olyan rég, tehát hogy... Hát ez a semlegesség, ezért nem engedik egyébként Zelenszkit felszólalni a bécsi parlamentben, mert annyira ragaszkodnak a semlegességhez, hogy nem akarnak állásfoglalni a kérdésben. De visszatérve a mondani valómra, hogy nyilvánvalóan azért Franciaországból és Németországból, még akkor is, amikor Sárközének hívták az elnököt, vagy Merkelnek a kancellárt, sorozatos kritikák érték Magyarországot, most ezeket a kritikákat nem lehet tapasztalni, mert franciákkal, németekkel, osztrákokkal meg érdekazonosság van az orosz-ukrán háború kapcsán, főleg amikor az energiaszankciókról beszélünk. Tehát, hogy hirtelen a hagyományos szövetségi rendszer egy picit megbomlott, vagy meglazult, és az a szövetségi rendszer, ami már 2010 után elkezdett repedezni a nyugattal, főleg Németországgal, az úgy látszik, hogy most ott meg egy összezárás van. És ezt én a háborút látom a háttérben. Nem lenne háború, akkor szerintem a hagyományos szövetség rendszer, független attól, hogy most hogy hívják a cseh miniszterelnököt, vagy a szlovén miniszterelnököt, a geopolitikai, meg a regionális együttműködési szükségszerűség miatt ugyanúgy fönnmaradt volna, de a háborúban szomszéd van. Valószínűleg háborúban. Folytatjuk jövő héten, igen. Bocsánat, de elfogyott a mai mára szánt műsoridőnk, úgyhogy sajnálatos módon valószínűleg ez még jövő héten is témának kell, hogy legyen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak velem Pindrok Tamás, Törcsi Péter, Nagy Attila Tibor és Fodor Gábor, nektek pedig a figyelmet köszönöm szépen, jövő héten is lesz Polbeat, úgyhogy nézzétek azt is, meg addig is a Pesti TV-t, jó estét, sziasztok!